Főtisztelendő plebános atya, tisztelt polgármester urak, kedves diákok, tanárok, Krisztusban szeretett testvéreim! Ezen a kis faluban, Kömpöcön most egyszerre három dolgot is ünneplünk, de mondhatnánk azt, hogy négyet. Az egyik az évközi 22. vasárnap, amely mindenütt az egész világ egyházban vasárnap, és éppen ezért ennek a vasárnapnak az olvasmányait vettük alapul, ami nagyon alkalmas arra, hogy a további gondolatoknak kiinduló pontja legyen. Aztán megáldottam a templom belsejét, miután felújították, önzetlen segítséggel lehetne azt mondani a mai idők között, mai árakon azt tekintve. Aztán itt van a általános iskola, óvoda, az általános iskola Szent Ágostonról kapta a nevét, és most hívtuk a centerket, mert bár még nem kezdődött el az iskola, de néhány nap múlva már beköszönt az is. De a mostani evangéliumi szakasz, ha még emlékeztek rá, amit az Úr Jézus elmond, hogy amikor vendégségbe mégy, akkor hogyan viselkedjél, ez nem egy illemszabály akart lenni, bár jó, hogyha azt is tudjuk, amikor valahova megyünk, hogy hát hogy illik viselkedni, ez még most is áll, hogy azért, ha van egy fogadás, nem illik az első helyre ülni, mert lehet, hogy jönnek úgynevezett VIP vendégek, akik kiemelt helyet szoktak kapni, és nehogy a rendezők azt mondják, hogy fáradjon már hátra, ez a hely másnak van fönntartva. Akkor inkább jobb megállni egy darabig, és majd megmondják, hogy hova mehetünk, és hol álljunk, vagy foglaljunk helyet. Ettől sokkal többet akart az Úr Jézus mondani és tanítani. Beszélt először is arról, hogy az élethez alázatosság kell, az élethez nagy lelkűség kell, és aztán, ha jó tettekkel társul a hitünk, akkor azt a jó Isten, mint ahogy mondta itt az evangélium végén, az Úr Jézus az igazak föltámadásakor jutalmat ad érte az Isten. Maga a jó Isten is alázatos. Hát honnét veszem én ezt? Onnét, hogy maga az Úr Jézus is mondja, hogy tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű. Sőt, maga a Teremtő Atya is valamiképpen alázatosan rejtőzött el a világ mögött. Tehát nem kényszeríti ránk az akaratát, hogy én teremtettem ezt a világot, most mindenki hódoljon előttem, hanem adott egy szabadságot, hogy fölismerjük értelmünkkel, hogy az Isten teremtése a végtelen nagy Úrra vonatkozik, és ezért köszönettel kell lennünk érte. És hogyha az Úr Jézus mondja, hogy ő maga is szelíd és alázatos szívű, akkor mi is legyünk alázatosak. Persze ez nem nagyon értékes erény a mai időkben, hiszen mindenkit arra tanítanak már gyerekkorától, hogy legyél büszke, magabiztos, sztárrá váljál, és csillogjál a világba, elmegy valaki egy új munkahelyre, akkor mindjárt kifényezi magát, én ezt tudok, azt tudok, portfólióján leírja, hogy ő mi mindent végrehajtott, hogy fölvegyék. És ennek ellenére nekünk alázatosaknak kell lenni. De nem olyan formában, mint ilyen grafitin lehetett olvasni, hogy eddig egy kicsikét beképzelt voltam, valaki figyelmeztetett rá, és mostantól kezdve tökéletes vagyok. Tehát nem így, hanem az, hogy legyünk szerények. És
hogyha már elkezdtük a tanévet, akkor azt kell mondanunk, hogy a tudományok elsajátításához is alázatra van szükség. Nagyon szigorú matematika tanárunk volt a gimnáziumban. Nagyon szigorú. Ilyeneket mondott, hogy a matematikát csak Isten tudja ötösre. Aki tőlem jobban tudja, az négyes. Ilyeneket mondott. És azt mondta, alázatosság kell a tudományhoz is. Mert könnyen fölsül az ember. Aquinói Szent Tamásról, a nagy egyházatjáról jegyezték föl, hogy alig beszélt az órákon. Azt mondták róla a társai, hogy ez egy néma ökör. Ez nem is tud semmit, csendben hallgat, mert olyan buta. De a tanára az ismerte. Azt mondta, hogy ha ez a néma ökör, egyszer elbődül, majd meghallja a világ. És valóban olyan hatalmas könyveket, tudós könyveket írt, hogy évszázadokon át abból táplálkozott a teológia tudománya. És olyat is feljegyeztek, hogy egyszer az egyik iskolatársa valami feladat megoldásán kapta, hogy ott nézegette Aquinói Tamás, és hát ő, mint tudósnak magát beképzelő gyerek, oda ment hozzá, azt mondja, majd én megoldom neked, segítek, és elkezdte magyarázni a feladatot, egyszer csak elakadt. Erre Aquinói Tamás szép csendesen mondta, ezt így kell folytatni. Tehát ő, aki nem szólalt, meg azt hitték róla, hogy buta, nem volt az, csak nem hivalkodott azzal, ami tudománya volt. És az élet sok területén szükség van az alázatosságra. Ha már a templomfestésnél is ünnepelünk, és az alázatosságot föl lehet említeni, mert ugye vannak olyan templomok, hogy minden üvegablakra, mindenre oda van írva, hogy ki ajándékozta. Tehát nem maradt meg az illető csendes, szerény, alázatos jótevőnek, hanem kiíratta a nevét, hogy lássák, hogy ezt én adtam. Nem tudom, ti fiatalabbak biztos nem jártatok a Fóti templomba, de hát az ország egyik legszebb temploma, Károlyi Sándor építette, és minden papírt, minden számlát megsemmisített, miután elkészült. Hogy ne is tudják, hogy mibe került az a gyönyörű szép templom, ő neki, bár gazdag ember volt, de számára is az egy nagyon nagy kiadás volt a Fóti templom. Ne is tudják, hogy ő mennyit áldozott rá. És igen, az élet minden területén lehet alázatosságot gyakorolni. És aztán az Úr Jézus azt mondja utána, hogy jó tetteket kell gyakorolnod, tenned, és ne csak azokkal tegyél jót, akik veled is jót tesznek, hanem akik nem tudnak veled jót tenni. Ezt úgy általánosítani is lehet, hogy a keresztény ember legyen nagy lelkű. Nem éricskéje azt, hogy te adtál, pontosan ennyit fogok neked visszaadni. És hogyha a pedagógiát lehetne hasonlítani ilyen adok-veszek dologhoz, akkor el kell mondanunk, hogy az igazi hivatásos pedagógusok azok mindig nagy lelkűek. Mert a pedagógia területén nem érvényesül az energia megmaradás törvénye. Mondta egy nagy nevelő, Marcel Mihály. Nem annyi, hogy befektetünk kenyit, és akkor az rögtön kamatozni fog. És egy pedagógusnak nem csak az az ideje van, még ott bajlódik a gyerekekkel az iskolába, hanem utána is a készületben is, házi feladatok javításában, az órák előkészítésével. Ez csak azt tudja, aki ilyet már csinált. Hogy mekkora nagy lelkűség kell a tanításhoz, a pedagógiához, ezért is mondják hivatásnak,
a pedagógiát, tehát nem bérmunka, meg nem napszámosság, hanem hivatás, mert azt nem lehet úgy pénzzel megfizetni, igazából, bár fizetés kell a tanároknak, nyilvánvaló, de nem lehet úgy kiegyenlíteni, mint hogyha valaki egy területet megművel, annak van biztos egy áregysége. A tanítás nem ilyen. És ezért is dicséri már az Ószövetségnek prófétája a tanárokat, hogy akik igazságra oktattak sokakat, ragyogni fognak, mint a csillagok. Tehát alázatosság és nagy lelkűség. És miután nem csupán egy állami iskoláról van szó, amelyik most tartja itt az évnyitóját, Veniszántéjét, azok is komoly hivatástudattal kell, hogy végezzék a munkájukat, de egyházi iskoláról, Szent Ágostonról elnevezett egyházi iskoláról, ma van egyébként a Szent Ágoston ünnep, ha nem lenne vasárnap, ma tartanánk az egyházba. Az egyház egyik legnagyobb gondolkodója és szentje volt. Hosszú keresgélés után, miután rátalált az igazi hitre, keresztényé válva egész életét az Úr Jézusnak szentelte. És van egy nagy mondata ennek a egyház atyának, amit a Vallomások Konfesszió című könyvében ír, szokták idézni még latinul is, magyarul mondom, magadnak teremtettél, Uram, bennünket, s nyugtalan a mi szívünk, amíg meg nem nyugszik benned. Hát valahol itt van a egyházi keresztény katolikus iskolának a feladata, hogy elvezesse, vezesse a gyerekeket az Isten felé. Mert mi ugyan hitet nem adhatunk, mert a hit Isten kegyelme, és az Istentől jött ajándék is, de azért annak vannak előkészületei, és vannak, hogy így mondjam, olyan antennái, amelynek nyomán a növendékeink könnyebben hitre jutnak. És itt a tanítással, jó példaadással kell segíteni a fiatalokat, hogy az Isten magának teremtett növendékeit, embereit elvezessük hozzá. Hiszen Istennél találja meg az ember a földi élet értelmét és a végső célját is. Mert addig igen, nyugtalan és hányatott ez a világnak a sorsa. Ezt nem kell bizonygatni, mert tudjuk, hogy mennyi zaklatottság van, háború van ebben a világban. De azok az emberek, akik a fegyvereket szállítják, a háborút innét, onnét, hogy így mondjam, tüzelik, ha csak egyszer is elgondolkodnának azon, amit Szent Ágoston mond, hogy mi az élet értelme, hogy többet birtokoljunk, gazdagabbak legyünk, vagy mit csinál? Nem. Az Isten magának teremtett bennünket, és meg kell találni azt a nyugalmat a szívünkben, amit ő belénk teremtett, és az ő közelsége megadhat nekünk. És aztán az Úr Jézus azt mondja, hogy a tettek, hogy a tetteket figyelembe veszik, és az igazak jutalmát megkapod. Nagyon nagy szükség van a hitre, a hitvallásra, de kellenek a tettek is. A jó cselekedetek. Igen, ez a keresztény életnek a két szárnya, hogy hinnünk kell, és a másik szárny az, hogy a hitünk alapján, a hitünk segítségével a jó tetteket kell végbevinnünk. Elkezdődik az iskolaév, kedves diákok, tanárok, én azt kívánom, hogy a Szentlélek Úristen, akit hívtunk itt, két énekben is már a Szentmise folyamán, adja az iskolára, diákjaira, tanáraira az áldását, kegyelmét, és ahogy a régi, középkori iskolás imádságban mondták
év és az órák elején. Cselekedeteinket, Urunk, kérünk, hogy szent lelked sugallatával előzd meg, hogy minden munkánk, imádságunk, fáradtságunk, tanulásunk tőled vegye kezdetét, és általad végződjék. Amen.